Zenéltek, táncoltak, verset és mesét hallgattak, festettek, rajzoltak, cigány horoszkóppal ismerkedtek a Roma Kultúra Világnapján résztvevő vendégek Szekszárdon. A múzeumnak feladata, hogy bemutassa a kultúrát, és nem csak a többségi kultúrát, hanem nemzetiségi kultúrák is ugye beletartoznak. Magyarországon a cigányság a legnagyobb nemzetiségi csoport, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy az ő értékeiket, az ő kultúrájukat is bemutassa a múzeum. Személy szerint én a családcentrikusságukat tartom, a szeretetet, az összetartást. Én ezt, számomra ez akkora érték, ami szerintem nagyon sokunk számára követendő példa lehet. Eltanulhatjuk, elleshetjük ezt, és újra megtanulhatjuk mi is a cigányságtól ezeket az értékeket. És szerettük volna ezt kidomborítani a meghívott vendégek segítségével. A sokféle program között mondókákkal is ismerkedhettek az érdeklődők, és azt is megtudhatták, hogy kik roma származású hírességek akár a nemzetközi sztárvilágban. Például Al Pacino. Én nem tudtam, hogy ő is roma. A Rolling Stones gitárosa, Charlie Chaplin. Számomra ezek teljes meglepőek voltak. Elkezdtem utána járni, utána olvasni a cigány kultúrának. És ugye abban ütköztem bele, hogy egy cigány nem érzékeli, nem úgy éli meg, hogy ez a cigány kultúra, hanem ez az ő kultúrája, ami nem különbözik. Ugye a megítélés is más, hogy most egy festő, naív festő, vagy cigány festő. De én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos már a roma közösségnek és a cigányság megélésében, identitásának a megélésében egyrészt, másrészt a megítélésében. Tehát azt gondolom, hogy ha több ilyen program lenne, akkor a többségi társadalom is jobban meglátná a pozitív oldalát ennek a sokszínűségnek, a sokrétűségnek. Tehát minél több a kultúra szegmense, annál gazdagabbak vagyunk. És ezt ilyen oldalról is lehet tekinteni. És én azt gondolom, hogy van mit tanulnunk egymástól, vice versa. És ezek a programok ezért fontosak, hogy bemutassuk a jó oldalát, a pozitív oldalát, a szerethető oldalát, az elfogadható oldalát, és minél jobban megismerjük egymást, annál jobban tudunk együttműködni, és annál jobb lesz a kapcsolat is. Az intézmény jövőre szeretné nagyobb keretek között megtartani a Roma Kultúra Napját több együttműködővel, fellépővel. 53 kisebbségi önkormányzat működik települési szinten, és legalább ugyanannyi civil szervezet. Minden egyes civil szervezet vagy roma önkormányzat ezt a napot megünnepli, és a múlt és a jelent úgy köti össze, hogy egyrészben megemlékezik, de egyben a jelenben meg bemutatja azokat a hagyományokat, amit minden nap megélünk. Hát nekünk óriási szerencsénk van, mert több olyan zenekarban Tolna megyébe, amelyik ezeket a hagyományokat, ezeket a tradíciókat őrzi. De a legjelesebb zenei együttesünk az a Bogyisztói zenekar, akik pár évvel ezelőtt nívódíjasok lettek, ami nekünk nagyon-nagyon nagy büszkeség, hogy eljutottunk odáig, hogy Tolna megyébe is működik olyan kulturális egyesület, aki ilyen szintet tudta fejleszteni az ősök hagyományait. De mondhatnák többet, mert rengeteg olyan fiatalunk van, akik már a zenét tanulják egész magas szinten, és maguk a gyerekek a versmondásba, az énekbe, a rajzba, a táncba ugyancsak olyan jeleneteket, olyan motivumokat tudnak megmutatni, amit más nem igazán tud, mert ez zsigerből, vérből jön nekik. Minden évben megrendezett Tolna vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a vers és a kultúra napján, ugye a versmondási versenyt, tehetséggondozást végzünk, akkor minden évben kulturális fesztivált rendezünk, ami éppen tavaly Bogyiszton sikerült közösen megrendezni, amin közel 3000 ember vett részt. Szeretem mindegyik részét a mi kultúránknak, én szeretem megélni a mindennapokban is ezeket a lehetőségeket. Nagyon remélem, hogy itt Magyarországon, de az egész világon, mert ez látszik, hogy ez a zene, ha megszólal, vagy ez a kultúra, ha megmutatkozik, onnantól kezdve felszabadulás, öröm és tánc.
ennek a vége. A Tolna vármegyei roma nemzetiségi önkormányzat tervezi idén augusztusban is megrendezni a kulturális fesztivált. Ő nem ismer színt, nem ismer nemeket, nem ismer nemzetiségeket, hanem azt a közösség építést ismeri, és azt is szoktam mondani, hogy ha világnyelvről beszélünk, az a zene, a muzsika, de mégis más, hát mindenkinek más. Ha most azt mondjuk, hogy nemzetközi roma nap is, hát ennek az apropójából vagyunk itt, akkor természetesen a cigányzenéről kellene beszélnem, ami azonban nagyon összefonódik az autentikus népzenével is. Ugyanis az autentikus népzenének az igazi ősi hordozói, az adatközlői, azok a cigányzenészek voltak, mert a úgynevezett nem cigányság, én így nevezem a magyarságot, mert mi is magyar emberek vagyunk, a nem cigányság körében nem igazán volt ez megélhetési forma, és a cigányok akkor megjelentek, akkor igen, ezzel elkezdtek foglalkozni. És ezt az ősi népdalokat átvették, magukéra formálták, és ez azért utalok erre, mert hogy azért a cigányságnak a művészetében, a habitusában a virtuózitás az megvolt benne, a temperamentum, és természetesen magukra formálva ezeket a népzenei ősi hagyományokat, hát megjelentették úgy, hogy adatközlő szinten adták át népzenegyűjtőknek, népzenekutatóknak. És hogyha népzene, akkor itt mondom, ezért van szorosan összefüggésbe magával a cigányzenével is, mert hát a cigányság játszotta. A maga cigányzene se egységes, mert hogyha azt mondom, hogy autentikus népzene, autentikus cigányzene, azért merőben más hangzásilag, és merőben más maga, ha nevezünk mondjuk a kávéházi muzsika, hisz azt is cigányok játszák. Tehát hogyha a zenéről beszélünk, akkor, és mehetni még tovább, de mi most cigányságról beszélünk, akkor nem mutatom, hogy egységes, de az egységesség az elején, amit említettem, hogy egy összefogó dologról van szó, amit ha valakinek tetszik, akkor tetszik, ha nem, akkor nem, és egyetlen egy kannával olyat lehet zenélni, hogy odaköti az ember figyelmét, ha jó műveli, és nem is zenekarról beszélek. Úgyhogy a zene az egy nagyon fontos dolog, és a mai nap is ezt megjelentettük, hogy adhok módon vátai kisgyerekekkel, bogyisztói gyerekekkel, zeneiskolások vannak itt, akire mondtam, hogy rendhagyó óra van, gyertek ide, és itt leszünk. Szóval, hogy a zene ez egy összekovácsoló erőt ad, az biztos. 71-ben ez április 8-a és 12-e között volt Londonban ez a bizonyos konferencia, ahol hát elfogadtak egy egységes dolgot. Ami azonban mégis egy kicsit nekem egy pici kétet ad, mert az különböző határozók, hogy romának nevezzük. Nagyon fontos a zászló megjelenése, a kék, a zöld, a kerék, a szimbólumokat, azt most tudjuk, hogy mit jelent. Illetve a himnusz, a dzselem-dzselemnek az elfogadása, ami egy egységes, ami teljesen jó és normális. De az, hogy egységes, azt mondjuk, hogy roma, azért az én, mint beás cigány emberként nem igazán tudom ezt mondani, mert nálunk az, hogy roma, az nem mutatná mi nyelvezetünk, az ősi nyelvezetünkben, mert a cigányság jelenti nekünk az ilyen. Tehát ha azt mondjuk, hogy roma és zárójel mellette, vagy vonal és cigány, az az egységes dolog, mert a három cigányság népcsoport, a romungró, az olá és a beás cigányság, valóban egy egységes csoport vagyunk, és azt is kell alkotni, mert mind cigányok vagyunk, de a kultúránk a nyelvezetünkben főleg eltér. És sok másban is hallottam itt az étkezésről, a gasztronómiáról, ott is vannak különbségek, de mi mind cigányok vagyunk, és az a fontos, hogy egymást erősítsük. Mi tiszteljük egymásnak a zenei kultúráját. Tehát, hogy az előbb mondtam, hogy ha egy autentikus olá-cigány zenekart hallgatok a gitárral, a kannával, az ő eszközeivel, bármi hangszert mondhatok, azt én nagyon szeretem is, és jó hallgatni. De ugyanezt érzem, hogy mi muzsikálunk vonósok, hogy neki is tetszik, hogy de jó szó lesz, és milyen jó ez, ha még együtt is muzsikálunk. Ilyen is rengetegszer van. Nem ebben van a probléma szerintem a művészeti egységben, hanem másban, és igen, a gondolkodás kellene egy kicsit másképp vinni, és nem volna szabad, hogy minket szétszedjenek. Április 8-át a világ cigánysága a legfontosabb nemzeti ünnepeként tartja számon.